napot kívánok mindenkinek, a heti tévé kívánság műsorát látják. Tartalmas fél órát ígérhetek. Nézzük is meg a nap gondolatát, mely Tolnai Kláritól származik. A világot javítani, ebben nem hiszek. Nekünk vetni kell, az eredménye nem ránk tartozik. Érdemes lesz minket választani, hiszen két beszélgetés is lesz. Telefonon keresztül kapcsolódik majd be Gáspár Anni énekes, valamint videóhívás segítségével velünk lesz Szenes Andra is, a Magyar Televízió egykori alelnöke, Szenes Iván lánya. És ugye Szenes Iván április 25-én lenne 96 éves, aki dalaival mindmáig köztünk van. Nézzük is a műsor első üzenetét. Németh Károlyné Káposztásmegyerről szeretné meghallgatni és nézni a következő felvételt, küldi mindenkinek, aki szereti. Más ember lettem, énekel Pór Péter. Más ember lettem, újjá születtem, mióta eljöttél, hogy szép az életem. Boldoggá tettél, apárom lettél, maradj hát mindörökre nálam, kedvesem. Még álomban is minden éjjel átölelkalom, hogy tőled bármi elválaszol, többé nem hagyom. Más ember lettem, újjá születtem, végre a nagy szerelmet nem csak álmodom. És ha van ilyen, biztosan van ilyen, akkor azt nevezik úgy, hogy igazi boldogság. És ha van ilyen, látom, hogy van ilyen, akkor az igazi, igazi égi boldogság. Én nem tehetek róla, csak rád gondolok, és másra nézni többé nem tudok. Én nem tehetek róla, hogy jönnek dallamok, és örökkön örökké rólad dalolok. Más ember lettem, újjá születtem, mióta eljöttél, hogy szép az életem. Boldoggá tettél, a párom lettél, maradj hát mindörökre nálam, kedvesem. A nagy csodát, mit régen vártam, tőled megkapom, hogy együtt leszünk jóban, rosszban, biztosan tudom. Más ember lettem, újjá születtem, végre a nagy szerelmet nem csak álmodom. És ha van ilyen, biztosan van ilyen, akkor azt nevezik úgy, hogy igazi boldogság. És ha van ilyen, látom, hogy van ilyen, akkor az igazi, igazi égi boldogság. Akkor az igazi, igazi égi boldogság. Akkor az igazi, igazi égi boldogság. Nem olyan régen Pór Péterrel is egy remek beszélgetésben lehetett részünk itt a Kívánság Szolgálat adásában. Nézzük meg a mai naphoz köthető évfordulókat. 78 éve látott napvilágot Barbara Streisand énekesnő, színésznő, Hello Dolly, Funny Girl, és meg a munkásságát hosszasan lehetne részletezni. 150 éve született Torma János festő, a nagybányai művésztelep alapítója, és pontosan 100 éve született Zente Ferenc, mondanom se kell a Tenkes kapitányát, vagy ugye a népszerű teleregény, a Szomszédok, mely rendkívül nagy népszerűséget adott neki, és természetesen még nagyon-nagyon sok szerepe volt. Keressenek bennünket a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálat. Itt a képernyő közepén találják az üzenetküldés fület, kattintsanak rá, írjanak nekünk, már is felköszönhetik szeretteiket, hozzátartozóikat, ismerőseiket, legyen a születésnap, névnap, házasság, évforduló, mi ebben a meglepetésben boldogan veszünk részt. A következő üzenet így szól. Bárány Ferenc Szolnokon köszönti a következő felvétellel unokatestvérét Jó Gábor születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki. Nyári Edit, Nyári Aliz és Nyári Károly következik. A felvétel címe Budapestbe szerelmes vagyok. Nem akarom titkolni az érzést, de Budapestbe szerelmes vagyok. Ha nem itt élnék, itt szeretnék élni, ennél többet nem is mondhatok. Budapest,
Budapest. Én belét szerelmes vagyok. Budapest, Budapest. Én belét szerelmes vagyok. Sorsom útja bárhová visz el, nem lehetek tőled olyan messze, hogy ne légy a szívemhez közel. Budapest, Budapest, hogy ne légy a szívemhez közel. Budapest, Budapest, hogy ne légy a szívemhez közel. A Gellért hegyről nézve olyan vagy, mint egy mesevilág. A Váci utca déli lüktetése az érverésemen dobol tovább. Budapest, Budapest, az érverésemen dobol tovább. Budapest, Budapest, érvelésemen dobol tovább. Sok vihar kibírt a Duna partja, ez a város sok sebet kapott. Mégis mindig talpra tudott állni, ez magyaroknál megszokott dolog. Budapest, Budapest, ez magyaroknál megszokott dolog. Magyaroknál megszokott dolog. Budapest, Budapest, én belét szerelmes vagyok. Budapest, Budapest, én belét szerelmes vagyok. Itt van velem a telefonvonalon keresztül Gáspár Anni énekes. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek, és feléd is adott a kérdés egy különleges tartalommal, hogy hogy vagy most ezekben a mindennapokban? Ebben a mindennapokban sajnos én sem vagyok felhőtlenül boldog, mint gondolom még jó páran az egész világon, de megpróbáljuk ezeket a nehéz napokat, illetve hónapokat legyűrni, és lassan a hátunk mögött hagyni. Én remélem, hogy nem sok idő kell, hogy elteljen, hogy már múlt időben fogunk majd beszélgetni erről a rémséges helyzetről, mert szebb jelzőt én se tudok erre mondani. Reméljük ez így lesz, de ugye a legkülönfélébb dolgokat hallottam már, hogy ki mivel tölti el, hogyan próbálja felvidíteni a mindennapokat, milyen elfoglaltságot keres. Nálad van valamilyen speciális megoldás, hogy azért egyről a kettőre túlél? Igen, nálam nem is olyan nagyon speciális ez a megoldás, mert gondolom sokan tudják rólam, hogy nem csak énekléssel foglalkozom. A mi családunknak van egy vállalkozása, mi hobbi állateledel felszereléssel foglalkozunk, és mi még mai napig nyitva vagyunk. Jó, hát a kutyáknak, macskáknak ugyanúgy enni kell adni, ez pontosan így van. Nicsi Gézával nem olyan régen beszélgettem az Artisius díjak kapcsán. Vele milyen munkakapcsolatban vagy, hiszen majd nem olyan sokára meghallgatunk egy felvételt tőled, melynek ő a szerzője. A Gézával nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk. A CD-jén több számot is felénekeltem. Már nem is emlékszem pontosan, hogy hány évvel ezelőtt volt ez az esemény. Olyan dalokat ír a Géza, ami tényleg hétköznapi dolgokról szól, olyan dolgokról, ami a családdal, az elmúlással, a világ eseményeivel kapcsolatban íródnak, úgyhogy szívesen éneklem a nótáit. Úgy gondolom, hogy az embereknek tetszenek is ezek a témák, és gyakran hallgatják ezeket, ugyanis a nótát
azt mondják, hogy örömünkről, bánatunkról, mindennapjainkról szólnak, és egy idő után lassan mindenki belekerül olyan helyzetbe, amikor egy-egy nótát szívvel, lélekkel tud hallgatni. Hadd áruljam el a nézőknek, hogy azért te vagy az, hogyha mondjuk egy fellépésed van bárhol az országban, ne lepődjenek meg, ha egyszer csak valaki megjelenik egy motoron, és az pont Gáspár Anni. Most a motor garázsban van? Ebben az évben még nem ültem motoron, mert én szófogadó vagyok, és hallgatok azokra, akik azt tanácsolják, hogy most az egészségügyet egy váratlan baleset kapcsán ne foglaljuk le, és hagyjuk, hogy inkább a járvány körülményeit teremtsék elfogadhatóvá az orvosok, az ápolók, és inkább arra koncentráljanak, mint hogy egy-egy motoros baleset által lefoglaljunk akár orvosokat, mentőhelikoptert. Nagyon-nagyon bölcs hozzáállás. Igen, igen, úgyhogy, de ez nem jelenti azt, hogy még nyár végén, ősz elején nem fogok motorra pattanni, és akár valamelyik országban. Akár gyere el ide a stúdióba, és hogy folytassuk személyesen ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, vigyázz magadra, és akkor a te felvételeddel folytatjuk, melynek címe Gyermekemnek, ugye Nicki Géza szerzeményéről van szó, Gáspár Anni énekel. Nagyon szépen kérlek téged, bocsássál meg nékem, amiért nem voltam véled, múltam sok percében. Sajnos fontosabbak voltam a nem fontos dolgok. Nagyon elfoglaltak engem az állandó gondok. Sokkal jobban kellett volna dédelgetnem téged, bátrabban és ügyesebb. Gáspár Annival beszélgettem az elmúlt percekben, az iménti felvételen pedig közreműködött Miskolci Balogh Zoltáni zenekara. Folytassuk a mai naphoz köthető évfordulók sorát. 57 éve született Détári Lajos labdarúgó, 61-szeres válogatott és 5-szörös világválogatott. 145 éve látott napvilágot Huszka Jenő zeneszerző, a magyar operett muzsika klasszikusa.
például a Bob Herceget emelhetném ki a munkái közül, és 53 éve született Lukács Gyöngyi Kossuth Díjas szoprán operaénekesnő érdemes művész. Folytassuk egy újabb üzenettel. Márton Pálni Dunakeszről szeretné meghallgatni a következő felvételt, szeretné ezzel is színesebbé tenni otthon töltött mindennapjait. Dér Hennivel és Rakonce Imrével folytatjuk, a dal címe Lazítani. Látsz a téren, kiáll kevélyen, talapzat áll egy kőszobor. Ez nem ősszen szórítja íját, bika mód komor. Ne feszíts túl az íjadat, a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csinál? Hogyan csinál? Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sportár, a pénzvadászat, pihenni közben minden lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá. Feszíts túl az íjadat, hey. A kőszíved megszakad, na gyerünk! Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál? Hogyan csinál? Kell egy kis áramszünet, és aztán megint mehet minden tovább. Na akkor figyelj csak, amit most mond. Szeretlek én is, amire képes vagyok, azt érted, megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál, hogyan csinál. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. A műsor elején ígértem önöknek, hogy bekapcsolódik a mai adásba Szenes Andrea videóhíváson keresztül, és már itt is van velünk. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek, és mindenek előtt áruljuk el, hogy milyen helyszínről vagy itt velünk most a műsorban. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is. Itt ülök édesapám Szenes Iván dolgozó szobájában. Itt ülök a híres pillanatban, amin annak idején Kálmán Imre és Lehár Ferenc komponált a híres dalaik a nagypapával, Szenes Andorral, aki Szenes Iván édesapja volt. Itt van a balomon Szenes Iván íróasztala. Tehát tulajdonképpen a szentélyben vagyunk, apám dolgozó szobájában, ahol a legtöbb
legtöbb magyar sláger született. És ugye a mai beszélgetésünk fő apropója ugye az, hogy április 25-én 96. születésnapját ünnepelhetjük Szenes Ivánnak, aki dalaival keresztül mindmáig itt van velünk minden nap. Mesélj nekünk egy picit arról, hogy Iván annak idején mennyire ünnepelte a születésnapját, hogyan teltek ezek az alkalmak. Jöttek ilyenkor ugye a Szenes Istálló paripái meglepni őt, és mondjuk felköszöntötték, egy picit avasd be minket a kulisszatitkokba. Igen, nálunk a születésnapok mindig hatalmas ünnepek voltak, négy napot általában nem tartottunk, de a születésnapot azt mindig nagyon tartottuk, és ugye a fura érzés is, hogy ugye a kislány a zongoránál, tehát itt tudok tenni a zongoránál, ahol annak idején téblá voltam, és ugye így is lettem a kislány a zongoránál, igen. És ugye most ülök már, amikor szinte a múzeum szinte történelmi helyt. Ugye nálunk a családban mindent jól verselt. Igen. A nagymamám, Szenes Andornék Helemen Piroska, Szenes Iván édesanyja olyan kiváló születésnapi verseket írt a fiának már egészen pici korától kezdve, hogy ezt a hagyományt bevezette, hogy mindenkinek a családban minden születésnaposnak verset kellett írni. Ajándékokat nem is annyira vettünk, persze azért mindig volt egy-két apróság, de mindenket kötelező versírás. De a Szenes Istálló paripái is jöttek köszönteni? Aracki László, Kós János. Igen, a Kós János mindig írt egy kis verset, hozott mindig ilyen rajzolni szeretett Kós János, és mindig rajzolt egy kislány a zongoránát, ma is megvannak. De jó. És van egy nagyon-nagyon nagy hagyomány, Bodrog Gyulával, a Szenes Iván legjobb barátja volt, akivel én folytattam a Szenes hagyományt, hisz együtt vezetjük, műsorvezetjük a Szenes Iván emlékkoncerteket, ami most különlegesség lesz egyébként, mert pont a napján halálának a 10. évfordulóján, szeptember 13-án lesz itt a Szenes Iván térben, amely kicsit, hogyha kinézünk az ablakon, akkor látható is a tér. Látható egyébként az a szobor, amiről a lazítani szobor. Így van, ugye pont az előbb hallottuk Dérhenivel és Rakonca Imrével. És ott állt, azért mondom, most hallották nézni, és ez a szobor, amit mögöttem a függönytől nem látszik, ez is lett a lazítani dalt. És Bodrog Gyulával is mindig verset írnak, és most egy kicsit apukám helyett én írom Bodrog Gyulának a verseit. Ugye ez 10 év és 10 nap van mindig. Egyébként, tehát, hogy áll most a koncertszervezés? Ugye te vagy az, aki az év 365 napját akár végig dolgozod, végig foglalkozol pont a koncerttel, éppen hogy lement az adott év emlékkoncertje, már is másnap azzal kezdesz el foglalkozni, hogy kik lépjenek fel a következő alkalommal. Most hol tart ez a munka? Most kicsit különleges alkalom, ez ugye karanténban vagyunk. Igen, igen. Én is ott vagyok. De van idő dolgozni. Tartom a szabályokat, csak kutyát sétáltatni megyek el. Úgy szól a dal, ugye, hogy találkozás a Szenes Iván téren, szép rendezvú és pont nekünk való. A dalsereg muzsikál itt és fenn az égen. A Szenes sláger mindig gyógyító. És azt gondolom, hogy ebben a furcsa nehéz lelkiállapotban a Szenes sláger tényleg mindig gyógyító. És a koncertre készülben én naponta 2-3 órát hallgatom a dal, saját dalaimban, és annyira belefeledkezem, hogy olyan jó kedvem lesz tőle. Tényleg igaz az édesapámra, hogy a Szenes sláger az mindig gyógyító. Egyébként akár pont, hogy ott vagy a dolgozószobában, ahol a nagy slágerek születtek, nem kapsz te is ihletet? Azért van jó néhány dal, amelyet már te szereztél, a te nevedhez fűződik. Akár elvárhatnánk, hogy tőled is kapjunk majd egy-egy újabb szerzeményt. Igen, kicsit becsalom magam én is a koncertekben. Ugye apukám, amióta elment, azóta egyre több dalt írok én is, és hogy itt a zongorán, az olyan megható is most ezt az interjút adni, ilyet még ugye nem is csináltam, ez az első digitális interjú, és igazából olyan megható, hogy itt ülünk ebben a szobában, és most ezt mindenki látja itt a közelgő születésnap alkalmából, és én azt hiszem, hogy apámnak ennél szebb és nagyobb ajándék nem is lehetne, hogy a szobájába betekintést nyert. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy ebbe a szentélybe benézhettünk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Egy olyan felvétellel folytatjuk, ahol Szenes Iván is énekel Mari Zsuzsi és Lui mellett, a Megtörténhet veled is című dal következik. Esetleg ehhez egy gondolatot még hozzáfűznél? Megtörténhet veled is, sikerülhet neked is. Tehát ez az egyik kedvencem, ezt együtt írtuk egyébként, mondhatja, hogy én is olyan írom, az én ötletem volt, és együtt írtuk, hogy valami minden magyar honfitársunkat, minden magyar embert a 10 millióból, arra felkezdünk, hogy igenis sikerülhet neked is, benned is ott van a zseni, ugyanis mindenkiben ott a zseni. Tehát megtörténhet veled is, sikerülhet neked is. Köszönöm szépen, vigyázz magadra, már is megnézzük a felvételt.
megtörténhet veled is, sikerülhet neked is, nem csak nézni, látnod is kell, azért van két szemed is. Magyar volt, Semmelweis Ignác magyar volt. Szülő anyák ma is áldják még az ő nevét. Szent György Albert magyar volt, Irinyi János is magyar volt. A gyufát gyújt az fényes lángja, őrzi emlékét. Szilárd Leó, sorolhatnám még. Sok honfitársunk szerencsével próbált szerencsét. Megtörténhet veled is, sikerülhet neked is. Kitörni, győzni nem csak kell, de hidd el, hogy ma lehet is. Megtörténhet veled is, neked is! Szenes Andrával beszélgettem az elmúlt percekben, folytassuk egy újabb üzenettel. Pintér Gizella Békés Csabán nézi műsorunkat, a következő dallal szeretné színesebbé tenni otthoni magányát, remélem ez sikerül hozzájárulni. Toki Balog Ernői zenekara következik, egyébként Toki Balog Ernővel majd a közeljövőben beszélgetni is fogok, hiszen ő nem csak prímás, hanem szerző is, zeneszerző is, de erről majd később egy következő adásban. Most Brahms első magyar táncával folytatjuk. Thank you.
Ilyen gyorsan elszaladt ez a fél óra is, de találkozzunk legközelebb. Hétfőn, szerdán és pénteken 2:45-tól várom Önöket új adással, az ismétlés pedig vasárnap 13 óra 15 perctől nézhetik meg. Keressenek bennünket a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálat, ez a műsor hivatalos oldala. Itt kattintsanak az üzenetküldés fűre, és már is írhatnak nekünk, kérhetnek, üzenhetnek, legyen az születésnap, névnap, házassági évforduló, köszöntsék fel szeretteiket, legyünk mi a meglepetés, örömmel veszünk részt mindenben. Műsorunkat visszanézhetik YouTube csatornánkon, és a keresőbe írják be a műsor címét, kívánságszolgálat dr. Klement Zoltánnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!